Na hát akkor jó kis parázsmeccs fog következni. Hát, szerintem ezt várták leginkább az osztrákok, ezt a mérkőzést, a Ratajszky-Szujovics összecsapást. Miért? A hatodik meccs lesz egymás ellen. Ebből hármat Ratajszky nyert, kettőt Szujovics. Hát ez egy nagyon fontos meccs. Nagyon-nagyon-nagyon magasra tudtak mind a két játékos küzdeni magát itt a PDC-be. És ugye azért, hogyha azt veszük alapul, az elmúlt másfél év azért Ratajszkyról szólt, hogy ő az, aki hihetetlen módon föllépett. Viszont meg Menzur tartja magát itt a legjobbak között még most is. Még mindig első 20-ba van, a 15. a világranglistán. De az, ami nagyon érdekes, hogy 14. viszont Ratajszky, tehát hogy két kelet-európai játékos, igen, benne legyen a legjobb 15-ben. Ezért szoktuk sajnálni azt, sajnáljuk azt, hogy Kelet-Európából egy világbajnokságra, egy kvalifikációs sorozatba egyetlen egy játékos juthat ki, amikor ilyen hihetetlen játékosok jöttek ebből a körzetből. Azonnal egy tripla 20-szal kezd Szujovics. Alá dobja mind a kettőt. Na a harmadik, már megvan a tripla. Ez jó, a másik már Menzurt, a 140. Triplának tripla, csak az egyes az nem fizet olyan jól. 68 a végén. Az előző meccsre kapcsolatban Csavada Péter írta a nem fizet olyan jól összefüggésben, hogy kíváncsi lennék most hány embernek úszott a mixe. Neki biztos, úgy érzem ebből a bejegyzésből. 140. Hát ez ilyen, hát most ott volt a szansz. De azt azért tudni kell, hogy 5-1-ig irányította a játékot. Még 5-2-ig is körülbelül felonsárok. Hát de sokkal magasabb. Felonsárokra tett tényleg ennél őrítőbb és bosszantóbb lincs, hogy 5-1 hátra dőlhetsz. Azt hiszed már megvan, de nincs. Hát de minden, az elején is hátra dőlhetett volna, mert tenni ellene nem fog tudni. Gyönyörű eddig. Gyönyörű a 121! 121-el, úgyhogy bullal kezdte. Igen, hát a 25-ös is jó. 12 nyilas. Menzur nagyon a szívén viseli, hogy itt aztán neki tényleg nagyon jó kell teljesítenie. Rögtön egy extrát láttunk az első legben, kiszállóban. És egyébként, hogyha jól tudom, akkor jó, a Ratajszkynak jobb is volt a szorzója. Az otca, amit adtak az elején. Megnézem. Ratajszky 1.66, igen, és Szujovics 2.1. 85 volt a válasz a 140-re, tehát a fogadóirodák is Ratajszkyt hozták ki esélyesebbnek. Természetesen még nincs vége a mérkőzésnek, és tudjuk, Ratajszky óriási feltámadásokra képes. 140. Támadgat. Kiadta a szélre. Nagyon jó helyen van az a nyíl neki most. A második is benne. 180! Éppen
131,57 százados átlagon van most Mansour. Ugye egy 12 nyilassal kezdett, és most 11 nyilasra van lehetősége. Százas, nézzük, 81-re, ő 45-re dob. Vagy rámegy és tutizza 25-össel. Az is jó, 15-ös és a dupla. Bár lehet, hogy 28-ra kerekít, nem, 15 és a dupla 8. Nincs meg, de... Ezt azért szoktak 81-nél búra dobni, mert hogyha 25-ös is, akkor is 56-ja van, és akkor 16-40-nel fog tudni rekíteni, de hát így is nagyon erős játék. Az előbb is játszik könnyedséggel, megdobta a pult. Igen. 1-nél. 1-es kiszállónál, igen. 140-nel azért ott van 36-on. Letejszki, dupla 8. Dupla 4. Az neki jó, mert azt szereti. Be is dobja. 2-0. Ez egy 11-nél, 14-nél, az nem egy rossz sorozat eddig. 115,62 százados átlagon van, és 99-es Ratajski. Ezt maradt is meg 99 atomot. Ez egy tripla 5-ös, itt lehetnek, itt vannak az átlagok. Most körbe dobálja, 78. Tripla, legalább. Kovány vigasz. Földműves bingo. Hát most nem akartam a másik nevet mondani, mert nem rájuk próbáltam szépíteni. Igen, ez jó, oké, most már sejtem. 45. Majd, az is sima 20-as, 100-as. Százas. De ez az én fordításomban Szujovicsnak köszönhetően elsősorban magas színvonalú, de nem jó iramú mérkőzés. 98-a 144-re megy le. Jön még egy tripla? Jön ám bizony 140-nel. Még 138-a marad így, de 144-re mit fog kezdeni tripla? 20-as, nagyon jó, kell még egy. Hát ez még mindig nem tanultam meg megkérdezni. Nem látja, igen. Az is benne, dupla 12! Ho-ho! Jó, 144-es magas kiszálló. A legmagasabb kiszálló a mai nap, szerintem. Ha csak az első meccsen nem volt, amit nem láttunk a Borlában Auskaszon. 180! De megnézem neked nagyon szívesen. A legnagyobb kiszálló 120 volt. Labanauskas dobta. Akkor ez vezeti az eddigi ranglistát. 60! Nagyon jó a negyedik. Ötödik is jó, csak fölötte. 83. Nincs táblájuk, hogy kirakták volna. A kis 9-es nincs, ezt nekünk kell. Holnap hozok egy ilyen sárga kis táblát. És itt fölmutatod a... Hát akkor majd oda kitesszük. Hát most nekünk meg lesz. Mi látjuk, jó? Igen. Hát, mert akkor tudunk róla beszélni. Az is benne. 180! 58. Jól játszik Szujovics. 115,4-es átlag. 137-es. Na lesz a 11 nyilas. Dupla 20. Lesz bizony! Bedobja, lesz bizony, igen. 3-1. Na
Nagyon ott van fejben most Ujovic. Hát nagyon érződik, hogy hazai közönség előtt játszik, és nagyon akar bizonyítani. 12-es 14 nyíl, aztán egy 15 nyílas Ratajszky a 144-jel, utána egy 11 nyílas, bődületes magas szintű mérkőzés. Még akkor is, hogyha 40-nel kezdett most Ratajszky, és arra jött egy 93-as válasz. Viszont azt hozzáteszem, 140. Hogy nincs az az érzésed, hogy sötét a tábla? Látod? Tehát amit megszoktunk a PDC közvetítésektől, 62, ahhoz képest sötét a tábla. Na. Most jó, igen. 180! Nagyon elegánsan. Jó kis meccset játszanak, 140, bár hogy most pontszünet jön majd. Újabb tripla 20. Az is jó! Dupla 12! Azt is bedobja! 144 után egy 141-es kiszálló. Na és így mennek el. Szünetre. Aztán remek mérkőzés. Igen, nagyon kár, remélem nem szakítja meg ezt a kitűnő sorozatot, amit mutattak itt most az elmúlt legekben. Jön a szünet, és aztán jövünk vissza.